Vállalkozásfejlesztési fórumot szerveztek szerdán Nyíregyházán. A rendezvény fő célja a mikro- és kisvállalkozások segítése, az érdeklődők új Európai Uniós pályázati és vállalkozásokat támogató lehetőségekkel is megismerkedhettek. A fórumon szó esett infrastruktúrális fejlesztésekről, valamint új ipari park létrehozásáról is, amelyek segítik majd a helyi vállalkozások működését. Az egyik legfontosabb szempont, hogy ezek a vállalkozások gyakran önfoglalkoztatóak, vagy mikrovállalkozások, kisvállalkozások, akik más embereket foglalkoztatnak, ezáltal családokat tartanak el. Mondhatni ilyen értelemben a gazdaság gerincét jelentik, hiszen Magyarországon a legnagyobb foglalkoztatók azok a mikro- és kisvállalkozások. Ezért számunkra nem csak a nagyvállalatok Nyíregyházán letelepítése, fejlesztése az, ami fontos, ez is nagyon-nagyon fontos, és a kettő nem áll egymás ellentétben, hanem a kis mikrovállalkozások erősítése is. A Primum Alapítvány már több mint 25 éve igyekszik a vállalkozások szolgálatába állni. Olyan tevékenységekkel, mint például a mikrohitel kiutalás, vagy a nemzetközi piacon való megjelenés. De a Nyíregyházihoz hasonló előadások és szakmai fórumok is fontos információforrást jelentenek a vállalkozók számára. Idén második alkalommal szervezzük ezt meg a Primum Alapítvány és a Széchenyi Program Iroda együttműködésével, ezt a pályázati forráshoz jutási fórum tájékoztatót, ahol nem csak a hazai forrásokról, hanem a nemzetközi forrásokról is tájékozódhatnak a résztvevők. Ugyanis a Primum Alapítvány a működtetője az Enterprise Europe Network iroda nyíregyházi irodájának. Ezen irodának elsődleges feladata a külföldi partnerekkel való kapcsolatteremtés, szakmai kiállításokon való részvétel, nemzetközi üzletember találkozók megjelentítése. Ez az irodahálózat 60 országban több mint 600 tanácsadási ponttal rendelkezik a vállalkozások számára. Az Európai Bizottság támogatásával működő irodaszolgáltatásai térítésmentesen vehetik igénybe a megyei vállalkozók. A magyarországi vállalkozásokat egy új hitelforma is segíti majd, hangzott el a fórumon. Ez az országos mikrohitelprogram, amit a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nyújt hozzá forrást, és a Primum Alapítvány közvetíti. Ez a program mikrovállalkozásoknak van kiírva, és beruházásra, forgóeszközre, ingatlan vásárlásra, fejlesztésre, gépekre, berendezésekre lehet igényelni. Maximum 10 millió forint igényelhető 10 éves futamidővel, és fix 3,9%-os kamatozással. A mikrohitel igényléséhez elegendő, ha a vállalkozás működőképes, de akár kezdő vállalkozások is igényelhetik, különösebb feltételek nélkül.